Szatmárcsekén a himnusz születésének ünneplését idén, január 20-án a Krisztus hívők egységéért végzett ima hét kezdetén tartották. A Magyar Kultúra napján a megemlékezést itt mindig ökumenikus istentisztelet vezeti be a református templomban. Nagyon fontos, hogy egyre inkább megismerjük a világot, megismerjük a természetet. A természet adta lehetőségeket, de a reménységünket nem egy technikai vívmányra, nem egy tudományos igazságra vagy matematikai képletre tudjuk rábízni, hanem egy személyre, magára az Istenre, az egy igaz Istenre, és az emberi kapcsolatainkban, akik házasok a társukra, vagy a közösségükre, a nemzetükre bízzák a reményüket, mert a másik emberre, az igazi szeretetre lehet csak rábízni az életet. Abból fakad élet, hogyha van szeretet kapcsolat. Abból fakad élet, ha megnyílunk Isten felé. És mindezek feladatot, felelősséget rónak ránk. Először is tudnunk kell meghallgatni az Istent. Hogy a mai napon mit üzen nekünk az Isten? A mai napon mit mond nekünk? A meghallgatás szabad találkozás, mely alázatot, türelmet, nyitottságot, megértési hajlandóságot, és megtérési hajlandóságot követel. Az elkötelezettséget igényli, az elköteleződésre való képességet. A meghallgatás, az Isten meghallgatása tulajdonképpen imádság, mert az imádság az nem imák mondása, nem szövegek mondása csupán, hanem kapcsolat, megnyílás Isten előtt. Engedem, hogy Isten belépjen az életembe, engedem, hogy mellém szegődjön, engedem, hogy befolyásolja az életemet. A meghallgatni tudás, az odahallgatás, az odafigyelés, a figyelmes szeretet hozzá tartozik a krisztusi kultúrához, a beszélgetés kultúrájához, a nyitott szív kultúrájához, a szeretet kultúrájához. Ha meghalljuk a 8. Zsoltárt, akkor általában minden egyéb mondanivalót el szokott nyomni az a rácsodálkozó mondatrész, hogy micsoda az ember. Pedig nem ez az uralkodó motívum ebben a Zsoltárban. Ennek a Zsoltárnak van egy kerete. A kezdet és a vég. Az első ige, meg az utolsó verse a Zsoltárnak, amely tulajdonképpen elhomályosítja még azt a kis különbséget is, amit az ige mond kicsinek, és óriásivá növeli. Mert amikor föltesszük ezt a kérdést, hogy micsoda az ember, akkor jobban kihalljuk a Zsoltárból azt, hogy alig kisebb az Istennél, aki úrrá tétetett a teremtésen. Nagyon tetszik nekünk az a gondolat, hogy dicsőséggel és méltósággal koronáztattunk meg, akinek a lába alá vetett mindent a teremtő Úr. Szinte azt sugallják ezek a zsoltárok, hogy ez a lényeg. Ezek a versek azonban keretben vannak. Mert akkor kerül helyére ez a kérdés, hogy micsoda az ember, hogyha az ember ráhagyatkozik arra, ami a Zsoltár alapüzenete, hiszen ez végestelen végig Istenről szól, arról, hogy kicsoda az Isten. A keretversek így mondják, ó Urunk, mi Urunk, mi felséges a te neved az egész földön.
és ezzel figyelmeztet arra, hogy ez egy olyan gyűrű, amelyik körbeveszi az életünket. Innen gördül ki minden további vers, és ide érkezik meg ő hozzá minden, amit lerajzol nekünk, és a felséges Istenre csodálkozhat rá igazán az ember. Ennek a felséges Istennek a személye meghatározza a történelem menetét, mert ő az ura az eseményeknek, és az ember csupán szerény szereplője a történelemnek, mondhatnánk filmes nyelven, hogy inkább statiszta az összes jelenetben. Egyedül álló ez az irányítás, mert rejtetten és sokszor ésszel felfoghatatlan módon megy végbe. Csak az eredménye világos, hogy az Isten akarata megtörténik, a szándéka megvalósul, az ember erőlködhet egy darabig, sőt erőszakoskodhat, meg uralkodhat, de az uralmat ő tőle véglegesen át nem veheti, mert az ellenfelei meghátrálnak, bosszú állói, leteszik a fegyvert, és kapitulálnak, meg elnémulnak. Akarat érvényesítésének meghökkentő eszköztára van. Ebből az egyik legkülönlegesebbet hozza elő a zsoltáros. Azt, amire mi biztosan nem gondolnánk, mert a 21. századnak megvan a maga fegyver arzenálja, olyan eszköztár, amivel lehet bőven hódítani. De itt a zsoltáros valami apróságra mutat, a csecsemők és a gyermekek szájára, akik nem világtényezők, akik nem a hatalmi tényezők sorába tartoznak, és Isten mégis beveti őket. Szabadsága van erre Istennek, hogy megtegye lelkének erejével, a cserépedényekben, a törékeny, féltenivaló emberkékben helyezi el azt az erőt, amelyik meg tud változtatni korszakokat is. Isten választhat olyanokat is az eszköztárából, akik előttünk megvetettek, akikre mi csak legyintünk, és semmit rá nem bíznánk, a kicsinyeket és a csekélyeket hozza elénk, mert ő megállhatja. Hasznossá teheti a semmiséget is. Szeretetharcának küzdőterén olyanok jelennek meg a Szentírás lapjain is, akik talán minden másra alkalmatlanok voltak, és az Isten alkalmassá tette őket. Ki gondolta volna, hogy az oltárra tett Izsák története lesz az ember áldozat szokásának tilalomfájává, hogy ezt ne tedd, ne ölj embert, gyermeket meg végképp ne ölj, ne áldozz föl. Az elkényeztetett József válik az életre segítés eszközévé egy nép számára, aki ott Egyiptomban asztalt terít majd az övéinek, és eljönnek a testvérek, hogy felismerjék őt. Mózes kosárkába kitett, vízre tett piciny élete jövendőt kap a fáraó udvarában, és vezérré növekszik. Vagy a papfi gazfik korában megtöri az Isten csendjét egy gyermek szava, a gyermek Sámuel imádsága, felismerése, akiből nagy próféta lesz. Vagy később a fondorlatosan gyűlölködő Heródes erejével szemben milyen kevésnek látszik az újszülött Jézus. És mégis föld és ég, ország és nép, bölcsek és pásztorok kell, hogy megmozduljanak és oda menjenek hódolni elé a betlehemi jászolbölcsőhöz. És ugyanezt a gyermeket, kisgyermekek mártírságot szenvedett teste fedezi, mint egy sorfal, hogy József és Mária menekítse Egyiptomba az Isten fiát. Aztán virágvasárnap megszólal a gyermekkórus, elhallgattathatatlanul, és hiába háborodnak föl a virágvasárnapi főpapok meg írástudók, mégis el fog hangzani, hogy Hozsánna a Dávid fiának, és üdvözlik azt, aki az Isten szabadító gyermeke. Bölcsen mondta a nagy svájci nevelő Pestalozzi, egy szalmaszál is lehet olyan erős az Isten kezében, mint a villám. A zsoltáros felfedezte a történelem menetében, hogy az Isten lélegzett elállítóan különleges módon tud cselekedni, beleszól,
a dolgok folyásába, és igenis van, nagy árat tud fizetni azért, hogy mi megmaradjunk és legyünk. És ebben a kicsiket, a tehetetleneket, a megvetetteket, a világ bolondjait választja ki, hogy a hatalmasokat, meg a magukat bölcsnek tartókat elnémítsa és megszégyenítse. A korábbi évek gyakorlatához hűen az istentisztelet végén Szatmárcseke község önkormányzata és a Kölcsei Társaság ünnepi közgyűlést tartott, melynek keretében adták át a kölcsei emlékplakettet az arra érdemes művésznek. A kitüntetést munkássága elismeréseként Zsigmond Dezső, Balázs Béla díjas filmrendező vehette át Bölcskei Gusztáv nyugalmazott református püspöktől, a Kölcsei Társaság elnökétől. Sok-sok ismerősöm, jó barátom van itt, sok-sok filmet készítettem ezen a környéken, és hát szeretnék még, hogyha a Jóisten megengedi, a továbbiakban is együtt lenni ezekkel az emberekkel, akár magánemberként, mert nagyon sokszor csak úgy vagyok idézőjelben a csapot, akár filmesként, aki tovább folytatja az ő életüknek, meg egyáltalán ennek az egész szatmári világnak a dokumentálását. És hát szeretnék még sok jó forgatókönyvet írni, most éppen Szent Margitról írok, már tulajdonképpen be is fejeztük a forgatókönyvírást, és hát az elkövetkezendő dokumentumfilmjeim egy részét is itt szeretném kitalálni. A kultúra az egy tágabb értelmű fogalom, azt gondolom, és talán itt Kölcsei szülőföldjén elmondható az, hogy a himnuszt még utána is igyekszünk többen írni. Igyekszünk idézőhelbe természetesen. A himnuszt persze Kölcsei, mint tudjuk, utolérhetetlen, de valahogy a mi szatmári filmjeinkben is, meg más filmjeinkben is nagyon szeretnénk, hogyha a szeretet himnusza szólalna meg. Böjte Csaba Ferences szerzetes január 20-án az ökumenikus imahét kezdetén az Encsi görög katolikus templomban végzett szentmisét. A szertartás után Ferenc pápa május végi romániai látogatásáról kérdeztük. Köztudott ugyanis, hogy Ferenc pápa személyes óhaja volt, hogy valamennyi katolikus hívő közösséget felkeresse Romániában. Székelyföldön a keresztények, a katolikusok nagyon-nagyon pápa tisztelők. Tehát, amikor az egész Kárpát-medencei magyarság protestáns lett, akkor is, tehát ott mi kitartottunk. A hitünkbe is annyi pápa himnuszt énekeltek, hogy én nem hiszem, még lenne a világon valahol, ahol szinte minden mise végén eléneklik a pápa himnuszt, tehát mi nagyon-nagyon ragaszkodunk, és tényleg fontos számunkra a Szent Atya. És ugye azt mondja az egyház, ahol a Szent Atya van, ott dobog az egyház szíve, úgyhogy hát ez nagy dolog az, hogy egy napig, hát itt a Kárpát-medencébe, hát ha nem is a közepén, de ott a periférián, Székelyföldön, Csíksomjon fog dobogni az egyház szíva. A másik dolog, hogy én személyesen, hát ugye én tavaly el akartam, vagy az idén vinni a gyerekeket Rómába, 500 gyerekkel, meg is néztük, hogy vonatot bérlünk, meg hogy legyen, mindegy, de túl macerás volt, komplikált, és akkor mondtuk, Szent Atya, hát gyere inkább te el, persze csak így gondolatban mondtuk, gyerekek amúgy írtak neki levelet, hogy jöjjön és látogasson meg minket, na de hát, hogy most pont gyereknapon, június 1-én jön, hát ez, na, köpni nyelni nem tudunk, hogyha most már szabad ilyen mondani, és hát csináltatunk is, mert jó nagy gyermek Jézus szobrot, ugye én egy sokszor mondtam, hogy anyánk az egyház olyan komor, olyan felnőtt, olyan kicsit olyan vén emberes lett, és jó lenne, ha tele lenne a templomaink gyerekekkel, meg hogy hát hogy mi magunk is egy kicsit olyanok kéne legyünk, mint a gyermekek, nem? Jézus azt mondta, nem leszünk olyan, mint a gyerekek, nem menjünk be mennyek országába. És ő mert, a nagyisten mert gyermek lenni. Hát, de ennek nincs ünnepe. És én szeretném ez alkalommal a Ferenc pápát a gyerekekkel felkérni, hogy a világegyházban, most ugye az idén megünnepelte Csíksomjon, jövőben már Rómába ünnepelje meg a gyermek Jézus búcsot, és legyen, az egész világon terjedjen el. Tehát, hogy egy kicsit olyan fiatalasabb, lendületesebb, jobb kedvű legyen, hogy a gyerek kerüljön a kör közepére, hogy
Hát ugye Szent József ünnepe május 1-én nem volt katolikus ünnep. Nem olyan rég találták ki. Hát mi ne lehetne új ünnepeket bevinni, ott a naptár megbírja. Én nagyon-nagyon örvendenék, hogyha tehát ezt az egy dolgot mi ki tudnánk pipálni, hát akkor biztos, hogy örömmel dőlnék hátra, hogy lám-lám a nagyvilágba, velünk együtt, a gyerekekkel együtt ünnepeljük kis Jézust, aki közénk jött, aki mert játszani, ki mielőtt egyetlen csodát is tett volna, elment bujocskázni a gyerekekkel, vagy mielőtt egyetlen prédikációt is mondott volna, hát egyet focizott még a fiúkkal. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk ilyen Istenünk van, hát ezt valahogy jó lenne megünnepelni, jó lenne tudatosítanunk, és jó lenne, hogyha mi is hébe-hóba legalább egy-egy römi parti, vagy bármilyen játék erejéig mernénk gyerekek lenni egymással szeretetben. Ennek a pápa látogatásnak nem csak a Székelyföld látogatás egy ilyen érdekes momentuma, hanem elmegy Balázs falvára is. Ugye egy görög-katolikus plébánián vagyunk, hát Romániában eléggé az ortodoxok a görögökkel, hát mondhatnám azt, hogy na, fasírban vannak, mert 1700-as évek elején váltak le az ortodoxiából a görög-katolikusok. És nagyon szépen fejlődtek, állítólag, hogy 3 millióan voltak, és 1948-49-ben őket erővel visszanyomták az ortodoxiába, sok püspökükből vértanú lett, meg sok nehézségen mentek keresztül, és 89 után ugye ez a prés, ez a kommunizmus lehullott, tehát visszaálltak a görög-katolikus plébániák, visszapróbálták kérni a templomaikat, de sokfelé nem kapták vissza. Tehát ez most a pápa elment Balázsfalvára, hát ez sok kérdést feldob. A másik ilyen izgalmas dolog, ugye elmegy Jászba is, és tudjuk, hogy a Jászi Egyházmegyének egy jó nagy része, hát Moldvai Csángó, akik na, magyar identitással is küzdenek, meg mindent, tehát én azt gondolom, hogy hát ide-oda beletenyerel a Szent Atya hát a darásfészekbe, de azt gondolom, ez nagyon jó és nagyon helyes, és ezeket mind lehet megoldani és kezelni, és én remélem, hogy Románia előjárói lesznek olyan bölcsek, sokosak, hogy tényleg ezek a kérdések szépen lassan megoldódnak. Tehát én meg vagyok győződve, hogy az aranykor nem mögöttünk van, hanem előttünk. Tehát a tündérkert, vagy Isten országát, azt nem, na, hogy mondjam, magunk mögött hagytunk, hanem mi kell felépítsük, előttünk van. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy ilyen vagány, belevaló pápánk van, a Jóisten áldja meg és őrizze meg őt, és tényleg, hát adja az Isten, hogy ez a látogatás mindannyiunk számára nagy ajándék legyen.